ismét táncolt az Örömtánc Klub a Szent István téren. Milyen apropóból? Hát március 8-a a nőnap alkalmából. Úgy gondoltuk, hogy ez éppen aktuális. Mi alapján választották ki a táncokat mára? Hát az igazság, hogy ez a francia tánc már gyakoroltuk, és úgy gondoltam, hogy az valahogy élik a nőnaphoz. És ebből csináltunk egy ilyen kis blokkot. J'entends chanter dans le vent du soir une mélodie sur fond de guitare. Est-ce la lune ou bien l'océan qui apporte souvent cet air étonnant? Cette mélodie parle du passé et le long de la terre où la rose est née. C'est la danse des roses qui vit maintenant. On va la main dans la main, danser ensemble, chanter le refrain. Joli comme un chant d'amour, la danse des roses durera toujours. Je viens poser tout près de ton cœur une rose rouge dans ton bonheur. Il n'y a pas de plus doux présent que cette fleur magique qui défie le temps. Les yeux fermés glissent doucement sur cette musique au parfum troublant. Lieu de frontières de la liberté, la danse des roses pour nous faire rêver. On va la chanter ce soir, en signe de paix, de billets d'espoir. Les heures comme un chant d'amour, la danse des roses durera toujours. La danse des roses durera. Ez alkalommal figyelték a nézőket, hogy meglepődnek, megállnak az úttesten? Igen, egy-kettőt észrevettem, aki úgy megállt. Hát túl sokan nem voltak, mondjuk az időnek köszönhetőnek gondolom, mert mi is úgy voltunk még utolsó pillanatban is, hogy hát jöjjünk, ne jöjjünk, de azt úgy döntöttünk, hogy esőre fel, és jövünk. Azért valószínűleg sokan az ablakokból is nézik ilyenkor a táncosokat, hiszen a zene azért szól, és azt máshonnan is lehet hallani. Van ennek a táncnak egy felhívó szerepe is, hiszen kezdő csoportot is indít a táncklub. Igen, úgy döntöttünk, hogy hát ha lesz még érdeklődő. Elegen vagyunk végül is a csoportba, de úgy gondolom, hogy utánpótlás sosem állt, meg megadni másoknak is a lehetőséget, hogy ezt kipróbálják. Mert szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, lehet látni az arcokon, hogy élvezzük ezt a táncot. Perfect.
Az egész napos esős idő ellenére kegyes volt az időjárás, és a kezdésre elállt az eső. Úgy láttam, hogy jó volt a hangulat a táncosok között. Igen. Minket az ilyesmi nem szokott visszatartani. Ugye így volt ez a Mikuláskor is, mert akkor is esett, ahol előtte se esett, meg utána se volt az idő, aznap rossz volt, de minket nem tartott vissza, és nagyon jól sikerült akkor is, mert nagyon jó kedvünk volt. És tényleg élvezzük és szeretjük. Még annak ellenére, hogyha nem sokan jönnek el, magunkért csináljuk. Azért örülünk, hogyha látják mások is. Ez a sorstáncnak egyébként egy velejárója is, a jó kedv? Szerintem minden táncnak, nem? Én úgy gondolom.